után, ott van Puskásnál, majd Hidegkutinál a labda. Puskás gyönyörűen tette tovább Hidegkutinak, Hidegkuti megfordul, de nem, majd kiugratja Puskás! Menjen elő ki a labdával, lövés, gól! Ismét verve az angol védelem, pillanati helyzet felismerés eredménye a ragyogó gól. Puskás Hidegkuti, újra Puskás a labda útja, Puskás elnyargal, elszáguld az angol játékosok mellett, és benn van Merrick hármójának jobb alsó sarkába a hetedik magyar gól. 7-1 az eredmény, kedves hallgatóink, a második félidő 28. percében, és amikor ez a kedves olasz partjelző itt megint visszajön, újra csak kacsint, mint egy jelezve, hogy ilyet ő még bizony soha nem látott. Nem látott, mert hiszen úgy játszik a magyar csapat, hogy a szinte káprázatos. Minden akciónk ragyogó, így nem most a műveket. Pénteken még a Ferihegy 2 repülőtéren volt Puskás öcsi, azaz Puskás Ferenc, most pedig a TV Kispest stúdiójában köszöntetem, és már előre is megköszönöm, hogy időt szakított ránk, végül is régi szülőföldjére eljött, és belátogatott a TV Kispest stúdiójába, ami nem tudom, számított rá, hogy létezik ilyen Kispesten? Jó, hát nem számítottam rá, mert nem tudtam róla, szóval ez egy meglepetés, és igen, nagy kedvel jöttem Kispestre is, ha nem is itt születtem, de 8 hónapos voltam, amikor ide kerültem a Viola utcába, és azóta itt éltem még, hát meg nem nősültem, úgyhogy hosszú 22 évet itt éltem. A bizonyos szálak még ma is kötnek nagyon erősen ide Kispesthez, nem csak a labdarúgásra gondolok, hanem nem, hát rokonai szóval kapcsolatok. A húgom itt él még, ugye, és a Kispest mégis Kispest, az én falom. Mennyire változott meg? Most mikor például ide a stúdióba hívtuk, könnyen ide találtuk? Hát valahol megváltozott annyira, ami nekem nem tetszik, ahogy megváltozott, a magas házak ebben a faluban nem valók, nem lettek volna valók, de hát hiába ez így történt, így ide építettek, így kell venni. Szép, és Kispest mindig szép volt, és szép marad. Kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy mi célból jár most Budapesten, szabadságát tölti, mert úgy tudjuk, és biztosak vagyunk benne, hogy nagyon messziről jött. Hát igen, szabadságomat töltöm, Ausztráliában dolgozom, Melbourne-be, ahonnan szabadságra jöttünk kb. 2 hónapra. Voltam a gyerekeknél, unokáimnál, a lányomnál, bocsánat. Ez a Spanyolországban. Ide jöttünk, itt vagyunk 24-ig, onnan visszamegyünk szintén Spanyolországba, és 9-én utazom vissza Ausztráliába. Láthatta az előbb a Budapesti Honvéd tavaszi idénybeli góljaiból azt a kis csokrot, amit talán meglepetés is volt. Mit tud erről mondani? Mit látott? Már hogy a gólokról, mondjuk a gólokból a gól, ami nekem tetszett, az az ötödik volt, és a hasznos az a tizedik. Igen, hát ez mi is így vagyunk vele. Ez a fontos. Mindig az utolsó gól a legjobb. A tizedik ez a bentmaradást jelentette. Igen. Hát, eljutottak ezek a hírek Ausztráliába is? Hogyne, nem, már a milyen gyászosan szerepel? A selejtező nem jutott el, de tudtam, hogy nagyon rossz helyen állnak. Az közben már jöttünk el, mikor ezek a dolgok történtek, hogy mégis belestek a selejtezőbe. De hát azzal együtt én bíztam volna a Honvédba, hogy hát egy selejtezőt azért a kazeszbarcikát csak én tudja lökni a vájútól, úgyhogy nem fognak ők oda kerülni. Nem volt egyszerű dolog, meg kell mondani. Semmi nem egyszerű. Nagyon-nagyon nehéz meccs. Futballban már nem egyszerű semmi. Magyar futballról mit lehet mondani, ilyen messziről? Sajnos nem tudom, a magyar futballt 2 éve nem látom. Inkább arra vagyok kíváncsi, hogy milyen híre van még a magyar futballnak. Puskást bárhol megkérdezzük, mi most is tudjuk. Sajnos a magyar futball híre nem az, hogy Ausztráliában mi a híre, az nem sokat jelent, hanem mi a híre Európában, hogy a Honvédnak volt egy nagyon nagy neve Európában a maga idejében, még utána is. Most a Honvéd természetesen visszaesett teljesen, ami engem nem csodálkoztat meg már azért is, mert eladtak 8 játékost. Egy csapatban nem lehet 8 játékost eladni, akkora nincs mögötte valaki, aki helyettesít. Utána jött
a Toto program, meg én tudom, ilyen börtön, tárgyalás, egy cirkus csinálnak a végén semmiért, úgyhogy ez nagyon hátra lökte a futballt, főleg azt a csapatot, aki egy kicsit labilis volt, én nem volt úgy már erőben, hogy szembe tudott volna szállni. Feri bácsi, mondjon már nekünk valamit. Volt annak idején is az aranycsapat idejében, a Nagy Honvéd idejében megegyezéses mérkőzés? Nem, nézd, az én időmben én játszottam 34 évet futballt, mondjuk 32 évet futballt, sose volt megegyezés. Nekünk a futball az egy szent tét volt, mert azért mentünk ki a pályára, hogy nyerjünk. Nem tudtak annyi pénzt igen, még akkor se, amikor egy se volt, hogy ezt a meccset el kell veszteni, mert mi jobban szeretjük a labdát, mint a pénzt. Azt a kis epizódot, hogy tudja még ma is feleleveníteni, amit mindenki tud, szinte betéve, azt a világbajnoki döntőt, ahol mi játszhattunk az NSK-ra. A világbajnoki döntőt, annak olyan egyszerű, én sajnálom azt, hogy az itt hazajövő játékosok annak idején nem mondták el azt, ami az igaz volt. Mindenki másra, ez ugyanaz már 56 után történt, de mindenki más akarta varni a hibát, hogy én voltam a hibás, meg fájt a lábam, másik kettő volt a hibás, mert elmentek a hotelból állítólag, én nem tudok róla, de mindegy, mondták. Szóval én azt hiszem, hogy mi 11-en vesztettük el a játékot, és ez kellett volna annak ide, amikor elkezdett ez a vidéki látogatás mindenkinek elmondani, a Grosistól a Ciborig, vagy hát a Cibor már nem volt itt, mondjuk aki még akkor létezett, mondjuk a Tihi Lajos, a Mahos Feri, vagy mit tudom én, a Bozsik, vagy akárki. El kellett volna mondani, igen, és elrontottuk, eljátszottuk a meccset 2-0-nál, mert 2-0-ra vezettünk a 13. percbe, és akkor azt hittük, hogy már megnyertük a mérkőzést. Elfelejtettük, hogy még van hátra 77 perc, amit ki kell játszani. Utána kaptunk egy pekhes gólt, ami szegény Zakariás Jóska nem ér a labdához, a labda kimegy a kapu mellé, vagy a Gyula kezébe megy. Leállította a labdát, odalökte a Mornok elé, berúgta, és ott akkor elkezdett zuhogni az eső, ami egy kicsit a németeket jobban segítette. Utána jött az a bizonyos korner, hogy a szegény Lóránt, azt mondta a Grosicsnak, a tiéd Gyula, azt mondta a Grosics, azt mondta a Lórántnak, tiéd Gyula. Addig vitatkoztak, míg a rám berúgta. Utána 2-2-nél már nagyon nehéz volt, abban cseréltük a félidőt, utána rúgtak a harmadikot, mikor berúgták, akkor nagyon nehéznek bizonyult a dolog. Volt hátra 3 percre rúgtam egy szabályos gólt, láttam a filmet, semmiféle offside nincs, tehát a játékvezető ellen nem igen sokat lehet tenni. Nem adta meg a gólt, és így kikaptunk 3-2-re. Sajnos nem tudtunk tovább játszani, különböző okok véget elmentünk. Innen 56-ban, november 1-én, vagyis hát február közepén nem jöttünk vissza hárman, a Kocsis, a Cibor meg én, aminek volt egy személyi háttere, és nem tudtuk Svédországba bemutatni, hogy még mindig mi vagyunk a legjobban. Az 58-as évén. Tegnap volt egy NSK döntő argentinok ellen. Ez a német csapat milyen benyomást tett Puskás Ferencre? Nekem a német és az olasz csapat volt a favorit a világbajnokságon. Előtte vagy közben? Nem. A végén, az elején. Mikor én eljöttem Ausztráliából, azt mondta, megkérdezték tőlem, hogy kik nyernek. Mondom, nyerhet az olasz csapat, mert otthon játszik. Ez egy igen normális valami, és egy jó csapat. És a németek. Esetleg a kettő közül, hogy ki lesz a harmadik, aki jöhet, az lesz, aki azt a csapatot megveri, vagy az olaszokat, vagy a németeket. Hát az jött, mert az argentinok megverték az olaszokat, az jött a végéhez. A futball mind olyan tragédia volt, mert abszolút gyönge nívó, abszolút egy gyáva futball, mindenki csak arra játszott, hogy ne kapjon gólt, és ezt a gyáva futballt elősegítették és előre lökték a hihetetlen rossz játékvezetők, akik hát rosszabbak voltak, mint a futball. Úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyenek voltak a játékvezetők. Úgyhogy ezek az új szabályok, amik ezt a hihetetlen horribilis összeget a játékosoknak fizetni kellett azért, mert sárga lapot kapott, vagy piros lapot kapott, ami egy horribilis összeg, főleg azoknak a csapatoknak, akik tényleg szegények és egy filérük nincs, azt a nagy büntetést fizetni a dolgoké, és ez nagyon megzavarta az egész históriát. Végül is az argentin csapat nem is tudott úgy kiállni, hogy ütőképes legyen sárga lapok miatt. Négy játékos kapott sárga lapot, ugye.
Szóval ez, ami nem tetszett nekem az egészbe, túl cirkuszú vonalon ment az egész dolog, az organizálás mind olyan nagyon szép volt, a játék nagyon gyönge, és a bíráskodás még gyöngébb. Na azért kérdeztem én ezt a mostani, pontosan a tegnapi döntőt, hogy ez a német csapat, meg az a német csapat, amelyik akkor 54-ben megvert bennünket. Nagyon nehéz. Ez hogy két, lehet egymáshoz viszonyítva? 1954, 35 éve, 36 éve, hogy ez a meccs játszva volt. 36 év óta, ha csak 10 évenként mondjuk azt, hogy változik a futball, mert változik, hihetetlen nehéz visszamenni. Miben más ma a futball? Azon túl, amit most... Azon annyiban más, hogy ma teljesen erőre van építve, egy harcoló felfogásra van építve, amire abszolút semmi szükség nincs, mert a futballban mindig harcoltak. A labda olyan, hogy a labda a fél pályán már szédül. Azért nem tudják berúgni a hálóba. Mire előre kerül a labda a 16-oshoz, akkor már részeg, már nem tudja merre menjen. Se ő nem tudja merre menjen, se az az egyetlen játékos, aki halálfáradtan már megkapja a labdát. És 7 ember ellen kell neki harcolni, hogy gólt rúgjon. Szóval szerintem a futball tévesen van játszva. A mi időnkben meg még mindenki azért ment ki a pályára, hogy nyerjen. Azért volt 7-6-os meccs, 9-7-es meccs, 5-4-es meccs, 6-5-ös meccs, 4-3-as meccs. Mindazt korra kell játszani, a futball az egy játék. Még akkor is, ha ma ilyen magas nívon áll, mint professzionál, ez egy játék. És a játékot adni kell a közönségnek, aki fizet. Mert ha a játékot nem lát a közönség, akkor nem megy a meccs. Tehát ezt nehéz összehasonlítani, ez nyilvánvaló. Szóval itt nem is arról volna szó, hogy az a német csapat, meg ez a mostani német csapat mit tudott volna elérni azon a bizonyos döntőn. Ez nagyon nehéz. Szóval ez a német csapat nem egy rossz többet csapat. Többet futnak? Technikásabbak a mai játékosok? Aki fut, az két játékos, három játékos ebbe a szisztémába. Aki fut, az a két előretolt center csatár a németeknél, és a Mattaus. Ez a három, aki fut. A többi elindul, megyek, sétálnak a félpályára, onnan csak 30 méter fut. De a Mattaus mondjuk fut a 16-ostól a 16-osig. És a két csatár, aki előjátszik, az meg 7 ember ellen kell, hogy harcoljon, és sprintelni kell neki 40 métert. A többi az kényelmesen játszik. Ez két, nagy két különböző mozgásművészet. És akik hátulról jönnek, azokat kevesebbet rúgják, mint akik elől vannak. Úgyhogy, szóval ez így nagyon nehéz elmesélni, hogy miért. Szóval hiányzanak csatárok, hiányzanak lövőjátékosok, hiányzanak szélsők egyáltalán nincsenek. És ami engem igen meglep, mert ha visszanézünk a futballra, ami már elmúlt, mindig a szélsőkkel lehetett nyerni, és ma is a szélsőkkel lehet nyerni, csak miért? Mert az az egyetlen pozíció, ahol csak egy emberrel kell játszani. Minden más pozícióban legalább három ember áll szembe az emberrel, a játékosa. Tehát hol a legkönnyebb megverni? Egy jó gyors szélsővel, mondjuk, mint annak idején voltak itt Kispesten az Egresi Béla, a Kincses Miska, a Budai Laci, később a Horvát Pista, akik gyorsak voltak, elfutottak, nekünk csak be kellett sétálni, belökni a labdát. A muszájoknak akkor kapták a balhét. Hát nem lehetett, mondtuk, hát azt én nézni, azt oda kell adni, ahol a színnel játszol. Szóval nyilvánvaló, az edzés, a gyakorlás. Hát természetes, edzés nélkül nincs. Na edzés ma is van, nem az a probléma, csak az edzés ma vár rá van építve az atlétizmusra. Az atléta, én nekem van egy nagyon jó barátom, akit ismerek 1952 óta, egy cseh fiú, az Emil Zatopek. Megnyerte az 5000 métert, 10000 métert és a maratont Helsinkibe 52-be. Úgy futott, mint az Isten. Nem tudta a labdába belerúgni. Nyilvánvaló. A futás... Tehát, a futballban nem kell többet futni gyorsan, mint 10 méter. Legfeljebb sokszor. Sokszor, rendben van. Hát erre fel kell készülni. És erre mindenki fel volt készülve. A mai csatárok minden esetre sokkal vérszegényebbek, mint a Puskás Ferenc idejében. És hogy egy kicsit puskázok én itt most magamnak, hogy 84-szeres válogatott volt. És 83 gólt lőtt ez alatt a 84 mérkőzés. Elég nagy hiba tőlem. Szóval szinte minden meccsre jut egy gól. Hát ezt ma egyszerűen nincs, aki megcsinálja. Szigorúbbak a védők, rendben van, kevésbé tehetségesek a csatárok. Persze, hogy szigorú a védő, ha 9-en játszanak egy ellen. Mert arra játszanak, hogy ne kapjanak gólt.
De nem tudom, ha egyszer előre mennék úgy 9-en, mint ahogy védekeznek, akkor mi volna. De nem lassan, hogy 77 paszt adnak a lőtér felükön a labdát 77-szer passzolják kapusnak, megint előre, megint, hogy betömörüljenek. Meg kellene nézni, hogy mi volna akkor, amikor mondjuk elkerül az a bizonyos ember-ember ellen való játék, egy az egy ellen, hogy akkor mi volna a helyzet, mondjuk a védőcsapatnak. De senki nem meri ezt megtenni. Kanyarodjunk vissza egy picit a régmúltba, már szinte annak lehet mondani, amikor kint maradt 56 után Puskás Ferenc, akkor a Real Madrid következett, és ott igazi világsztár lett, bár előtte is az volt, de egy olyan csapatban, mint a Real Madrid, Di Stefanoval az egyik oldalán, fantasztikus nagy játékokat produkálta. Milyen ez az igazi profi élet? Hát becsülettel kell élni, dolgozni, és betartani mindazt, amit mond a tréner, és ami a klubnak a törvénye, az be kell tartani. Semmi más. Nem vitás, hogy a Real Madridben oda kerültem, szóval egy kicsit kövér voltam, nem annyira, mint most. De le kellett hagynom 18 kilót egy hónap alatt. Be kellett mutatkozni Argentinába, Buenos Airesba. Ott játszott a Madrid ilyen torna mérkőzést. Le kellett fogyni, le is fogytam. Ezt a csúlyt meg kellett tartani 9 éven keresztül, és meg is tartottam. Úgyhogy már 31 éves volt, amikor Madridba kerültem, úgyhogy nem volt könnyű, de igen, büszke vagyok. 40 éves korában fejezted be a Madridba? 40 éves korában. És végig standard játékos volt. Az utolsó évben nem voltam már annyira standard, ezt meg lehet érteni, 40 éves korban már nem lehet szembeszállni a fiatal gyerekkel, aki úgy volt, mint a nyúl. Mennyire becsüli meg egy ilyen nagy klub volt nagy játékos? A legmesszebb menőkig megbecsülik. Megbecsülték legalábbis az én időmig, most nem tudom, hogy mi a helyzet. Kaptunk egy jutalomjátékot, aminek a bevétele a miénk volt. Akik 9 évet játszottak, a Santa Maria, a Di Stefano az 10-et játszott, én. Szóval akik kiöregettünk és elmentünk, mint kaptunk egy jutalomjátékot, aminek a bevétele az a játékosé volt. Akinek milyen szerencséje volt. Ma is tartja a kapcsolatot a Real Madrid-ben? Nem, hogy ne tartom, persze, természetesen. Amikor Madridban vagyok, természetesen. És összejárnak a régi nagy játékosok, hát igen, vagy a klub meghívja a régi játékosokat? Van, a klub csinál minden ilyen ünnepi éven, mondjuk 45-50, 55-60, szóval ilyen játékokat, meg vacsorákat, szóval szoktunk menni. Most volt utoljára, de akkor még én fent voltam Ausztráliában. Volt egy ilyen összejövetel, úgyhogy a maguk a játékosok, akik közel vannak is Madridban, jönnek hetenként legalább kétszer találkozom, úgyhogy a legnagyobb barátság még fennáll. Volt spanyol válogatott is, nem is négyszer, egyszer. Igen. Négyszer, világbajnokságra is eljutott. Igen. Azt hiszem a 62-es VB-n játszott? 62, igen. Nem sok sikerrel, azt hiszem ott a spanyol. Nem sok sikerrel, azt a sikert tőlünk elvette a Helleni Herrera, aki a tréner volt. Az első meccsen a csehektől kikaptunk 1-0-ra. Pekhesen megsérült 3 játékosunk, akkor még nem volt cseret. Utána megvertük a Mexikót 1-0-ra, és a brazilok ellen játszottunk, vezetünk 1-0-ra, és a Herrera hátrarendett az egész lépet bekkelni, és én voltam egyedül elől. Akkor körülnéztem, csak feketéket láttam, mondom, mi van? És kérdeztem, mi van? Meg kell tartani a meccset, persze nem tudtuk megtartani, elsítottuk 2-1-re. A Garincsa kétszer elment a jobb oldalon, Beata és Amarildo kétszer beköszönt a hatosról. Ez a bizonyos chilei világbajnokság volt. Világbajnokság, igen. Ott a magyarok elég jól szerepeltek, legalábbis az előmérkőzéseken. A magyarok nagyon jól játszottak, sajnos a Latusev ellopott egy gólt. A tihi, bizonyos tihi gól. Egy szabadrugás volt, Rumli volt a kapun, a labda bent volt, nem adta meg, és ott kezdődött el a probléma. Mennyire tartottak ott kapcsolatot egymással? A legjobban, hát én mindenki a jobb. Összejártak a... Én játszottam, én csak utána voltam ott, Rancagua-n, hogy jól játszottak, ott találkoztam velük. Utána ők mentek haza szintén, én még maradtam Chilébe, és ott együtt voltam a Cucuval, beszélgettem, hát akik ott voltak, a barátok. A fiatalabbakat én nem ismertem. Természetes. A játékos pályafutás után egy edzői karrier következett, aminek egy azt hiszem a legjobb... Egy edzői vizsga, 2,5 év, amit legjobb letettem. Eredmény az a Panathinaikosszal elért. Hát igen, a görög bajnoki cím és begdöntő volt. Igen. Hát görögből kétszer volt bajnok, velem egyszer volt az Európa kupa döntő, egyszer az Internacionál kupa döntő, mivel a
De a holland csapat nem ment el. Ja, ez az interkontinentális kupa, igen, a dél-amerikai. Az Ajax nem ment el, mi mentünk el, ott is pekesen kaptunk ki 2-1-re. Utána az AEK-nál voltam egy évet, ott is bajnok lett a csapat. Voltam egy évre Szaúd-Arábiában, ott a válogatottnál voltunk trénerek, a Hector Real a Madridnak volt játékosa meg én. Egy évig, de nem lett tovább, nem maradtunk tovább. Akkor Egyiptomban voltam 5 évet, Chilében 2 évet, volt elég. Mennyire jónak tartja ezt a edzői pályát? Volt olyan siker legalább? Na, nem lehet saját soha. Magával nem szemben, lehet mint a játékos megfogás? Soha nem, még akkor sem minden évben megnyer az ember a bajnokságot, nem lehet olyan sikere, mert nagyon sok ember áll az ember szemben, mindenkivel harcolni kell. A futball sokkal könnyebb volt, mint a tréneri munka. A tréneri munka az egy nagyon hálázatlan állás. Tehát ha valaki szereti, én imádom. Ez az én életem, ebbe kezdtem, remélem ebbe is fogok majd, nem sürgősen, de majd meghalni. Én imádom a futballt, ez egy igen komoly, szép sport, pláne akkor, ha jól csinálják, és úgy csinálják, hogy kell. Most Ausztráliában is edző, ott milyen színvonalon folyik a bajnokság? Én nem tudom, most ezután a világbajnokság után azt mondanám, hogy ugyanilyen ilyen színvonalon fut. Legalább van egy egész jó kis csapatom, egy görög csapat, aki az idén megnyert 2 kupát, és a második helyen lett a bajnokságban. Első osztályban van? 14 csapat van, meglepetés volt a második helyen, mert az előtte való évben 9-ek voltak. És a 2 kupa nyerés, úgyhogy annyira megszerettek, hogy most kénytelen vagyok még egy évre visszamenni. Hogy ez lesz-e több vagy nem, ezt nem tudom, mert túl korai, majd meglátom. Költözésről szó sincs. Na, véglegesen nem. Madridban most már a 3 nap közül egyedül maradt, hiszen Kocsis meghalt egy pár évvel ezelőtt. Igen, meghalt a Cibor Zoli. Haza költözött. Komáromban van. És Puskás öcsi maradt. Én meg jövök, megyek, amikor ide. Nem gondol arra esetleg, hogy itthon folytassa edzői pályafutását? Miképpen? A szaktanácsaira én nem tudom elhinni, hogy Magyarországon senki sem kíváncsi. Senki nem kíváncsi, mindenki kíváncsi rá. Csak az, hogy mit akarnak tőlem, és hogy akarják, ezt még sosem mondták el. Volt már ajánlatom. Én akkor azt mondom, rendben van, beszélhetünk, de csak akkor, ha ez. És akkor megváltozott a vélemény meg. Ha egy olyan felkérést kapna, hogy egy budapesti nagycsapathoz jöjjön szaktanácsadónak, vagy... Én csak trénernek. Csak trénernek. Azt elfogadná, hogyha azt mondják, hogy egy nagy csapathoz jöjjön Magyarországra vezetőedzőnek? Engem nem érdekel a nagy csapat vagy a kis csapat. Csak hagyjanak dolgozni. Nekem ne adjanak sehonnan utasítást, nekem mit kell csinálni. Sem a katonaságtól, sem a módszertani osztálytól, sem a szövetségtől. Engem hagyjanak dolgozni. Adjanak 3-5 évet, és akkor utána majd nyilatkozzanak. Milyen volt az a 3-5, mennyire volt eredményes? Világos, hát szóval egyelőre nincs sehol játékos. A játékosokat kell csinálni, össze kell szedni, nem? Ennek egyik módja az, amit kedves nézőink nem biztos, hogy tudnak, hiszen nem volt olyan nagy hírverés. Itt a Kispesti TV-ben beszéltünk róla, hogy van egy Puskás alapítvány, ami kimondottan az utánpótlást segítendő jött most létre a Kispesti csapatnak, a Budapesti utánpótlás bázisát szeretnénk valahogy megerősíteni, és egy ilyen név, mint Puskás Ferenc alapítvány bizony vonzó lehet. Remélem. Ennek az első díjkiosztására kerül sor majd július 17-én. Remélem, hogy ez a, hát nem is a név, vagy mit tudom, a név valamit segít a gyerekek, és sajnos én nem tudok, mert nem vagyok itt. Segít rajtuk, és ad nekik egy kis lökést arra, hogy hát menjenek, hát valószínűleg fog kelleni, beszélnem velük, mondani egy pár szót, majd megpróbálom elmesélni nekik, hogy a futball nem egy könnyű dolog. Becsületesen kell élni, és becsületesen kell csinálni. Ha megcsinálják, hogy lehetnek jó futballisták, még jobbak, mint mi. Ezen a díjkiosztáson, ezen az első díjkiosztáson természetesen ott lesz majd a TV Kispest kamerája is. Kíváncsian várjuk majd egyébként, hogy ki kapja, milyen a kuratórium, kit szavazott meg majd erre a díjra elsőként, és aztán majd ez folytatódik. Reméljük, hogy sikerrel, és lesz majd Kispesten még olyan játékos, mint Puskás öcsi volt annak idején, és a társai. Azt kellene adja az Isten, hogy ne, én legyen 50. Mert ha 50 van, akkor még kölcsön is tudnak adni valakinek. Nem csak Puskás öcsi, mert a Bozsik cuccó,
mint a, mondjuk még a Horváth Pisti, később a Bányai Nándi, Patyi Miska, ez az első kispesti csapat, aki 49-ben honvéd lett, ott volt szép 11 futballistám, megnyertük a bajnokságot, csak a honvédre hitták át, mert december 9-én átmentük a honvédhoz. Az egy nagyon jó csapat, persze nem volt olyan, mint a, aztán a honvéd lett természetes, ott volt a válogatott csapatnak 8 játékosa. Hát jött a Budai Kocsis, jött a Lórát, jött a Cibor. Hát aki jött, az a Kocsis Budai volt, utána a Cibor egy évre rá meg alatt. Többieket küldték? Nem, azok jöttek azért, mert problémájuk voltak csak a csapataiknál, és engem kértek meg, hogy szeretnének a honvédba jön, hogy intézzem-e. Ez volt az én feladatom, hát elintéztem. Ez a honvéd most reméljük, Puskás Ferenc is úgy érzi, próbálja a hagyományokat ápolni, és próbál visszatérni Kispestre igazából, amitől sajnos a kerülettől hosszú éveken keresztül elszakadt. Hát szóval el nem szakadt, mert tulajdonképpen itt játszott. Szóval itt most jön az a bizonyos... Nosztalgia, nem tudnám, az irigység, most mindenkiből, na most visszajöttök Kispestre, meglássátok, más. Szóval ez a futballban mindig így van, pláne ha rosszul megy, hogy majd mi megcsináljuk, majd mi elrendezzük, bár úgy lenne. Én remélem, hogy a következő évben, ebben az évben, ami jön a bajnokságban, jobban fognak szerepelni. A tréner, aki valószínű jön, az egy komoly gyerek, és remélem sok sikere, szerencséje lesz. Persze nem egy könnyű dolog. A Kispesten azért itt is nehéz a nép, amikor nem megy. Ezt ki kell bírni. De ha tényleg menni fog a játék, akkor van 3-4 ezer ember kint a pályán mindig. Na nem, most is több van. Na mindegy, most nincs több, nem volt több. De reméljük, hogy ennek a duplája lesz. A 8 ezer ember nagyon nehéz, a vidéki csapattal játszanak. A pesti csapatnál, főleg a Ferencváros, Újpest, MTK, az mindig telt ház, ez egy biztos, erre már adnak kölcsön a bankba. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött a stúdióba, és örülnék neki, ha egyszer már, mint valamelyik magyar csapat trénerét láthatnánk vendégül itt ezen a... Erről nehéz beszélni, mert tulajdonképpen ezt komolyan kellene tárgyalni, mert most nem akarom azt mondani, hogy eszem ágába sincs jönni, de... Erre olyan komoly tárgyalásra kellene leülni, ahol megértenék, és tudomásul vennék, amit én akarok. Én imádom ezt a szakmát, én ezt csinálom most már 60 éve, 63 éves vagyok, 60 éve, már 3 éves koromban is rúgtam a labdát, de mondjuk, amire visszaemlékszem, úgyhogy nem sokat értek hozzá, szeretem. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon szívesen. Kispesti tévénézőknek egy ilyen kollektív autogramot szeretnénk kérni. Zöld ceruzával. Ez a Ferencváros betört ide is. Ez a videótéka birtoka.